A karácsonyi készülődés közepette a figyelmünket a szokásosnál is jobban megosztjuk, ami hiba lehetőségeket rejt magában. A gondolataink elkalandozását kihasználhatják azok, akik épp erre várnak, és az őrizetlenül hagyott értékeinket eltulajdoníthatják. A veszteség a legtöbb esetben bosszúságot eredményez, ami nem jó kiindulási pont az ünnepvárásban. Ezért is figyelmeztet a rendőrség az adventi időszak kezdetén elindulunk vásárolni, és a gépkocsival leparkolunk. Nézzük meg, hogy valóban bezártuk a gépjárművet, valóban nem hagytunk jól látható ha semmiféle értéket, és ezt követően indulunk a vásárlótérbe. Vásárlás közben nem érdemes farzsebbe, kabát külső zsebében értéket hagyni, vagy a bevásárló kocsiba személyes táskát tenni amennyiben már megvásároltuk a zárukat, és beraktuk a gépkocsiba, a gépkocsi zárjuk le, és úgy toljuk vissza azt a bevásárlókocsit, ne legyen közben tárva nyitva a gépkocsi, hiszen ezt is kifigyelhetik, így is váratunk nagyon könnyen áldozattá. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy vásárláshoz nem vigyünk magunkkal, indokolatlanul nagy összegű készpénzt. A bankkártya mellett pedig sose tartsuk annak pinkódját, és az internetes vásárlás sem kockázatmentes. Olyan helyen tegyük ezt, ahol lehetőség van arra, hogy egy pénzintézet, a honlapján, egy pénzintézeti lapon tudjuk ezt a tranzakciót megejteni, hiszen ez is a biztonságunkat szolgálja. Magán szemétől való vásárlás esetén fontos volna, hogy éljünk az utánvétel, illetve a személyes átvétel lehetőségével, és előre adott esetben vételár vagy vételár részletet azt ne utaljunk. A rendőrőr nagy arról számolt be, hogy az évtizedek óta tartó széleskörű prevenciós tevékenységüknek köszönhetően sikerült szinten tartani a karácsonyi időszak problémáit, de a figyelmünkre van szükség ahhoz, hogy ez továbbra is így maradjon.